Lög ide a sört, ide a sört, ide a sört. Rizmájer József kereskedelmi üzemgazdászból lett sörfőző. Édesapja szódás, és mindig nagyon irigyelte őt azért, hogy otthon van az üzeme, és ott dolgozhat. Éppen ezért 1994-ben megvásárolta ezt a sörgyártási rendszert és az üzem alapberendezéseit, vagyis megvette a know-how-t. Összesen lehet hasonlítani az akkori viszonyokat a mostanihez. Egy példával tudom alátámasztani, mint hogyha egy Trabantból átülnénk egy Mercedesbe. A betanítás után József úgy döntött, hogy ez nem elég. Ezért elment és elvégzett egy sörfőző szakmunkás képzőt. Utána már egy kicsit jobban értett a sörökhöz. Aztán keresett egy remek sörfőzőmestert, és elkezdte bővíteni és fejleszteni az üzemét. Ez a tartály, ez ilyen 2 milliós nagyságrend. 2 milliós nagyságrend, de ebből kell egy 15-20 darab. Ugye akkor még áll a főzőházból, és akkor még csak sört tudunk főzni, sört tudunk erjeszteni, de még nem palackoztuk, még nem szállítottuk ki, nem tartósítottuk, tehát nem csináltunk semmit vele, amivel értékesíteni is lehetne. A Rizmájer sörfőzve egyébként évi 2000-2500 hektoliter termel, ezzel a legnagyobb kézműves sörfőzdék között van. József idén a Corvinuson sörfőző mesteri diplomát szerzett, amire nagyon büszke. Kezdetben csak világos sört gyártott, de néhány éve kitört a sörforradalom. Azóta sokkal több ízt fejlesztettek. Nagyon fontos, hogy jó kézműves sör csak elsőrangú alapanyagokból készülhet. A tanulás, meg a tapasztalat az szerintem az adja meg azt a lehetőséget, hogy az ember jó sört csináljon. A sörfőzdétől nem messze van a sörház. Az a legjobb laboratórium, ahogyan József fogalmaz, onnan tudja, hogy mit innának szívesen a vásárlók. A sört egyébként ő is nagyon szereti, de napközben szinte mindig autóban ül, ezért csak esténként iszik egy-egy üveggel.